Nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit. Itt vagyunk Kiskunhalason a Sóstónál, ezen a gyönyörű helyen. 2010-ben még csak szűk 300 000 volt a regisztrált horgászok száma. Mára ez mintegy 870 000 főre nőtt. Ráadásul a regisztrált horgászok több mint fele érvényes állami horgászeggyel is rendelkezik, ami azt jelenti, hogy bátran kijelenthetjük, Magyarországon minden tizedik ember biztosan hódol a horgászat szenvedélyének. És ne feledjük, a pecások több milliárd forintot fizetnek be a MOHOS számlájára, de mit kapnak cserébe? Túlzott bürokráciát, túlzott szabályrendszert és eltúlzott vegzálásokat, büntetéseket. A horgászok nem ezt érdemlik. A MOHOS 2023. évi beszámolója szerint 22-ben 2,6 milliárd forint bevétele volt, 2023-ban 1 milliárddal több, 3,6 milliárd forint árbevételt ért el a horgászathoz kapcsolódó tevékenységekből. Ezen kívül 2022-ben, és itt most puskáznom kell, 917 millió forint egyéb bevétele volt, ebből 684 millió forint tagdíjbevétel és 173 millió forint költségvetési támogatás. 2023-ban 969 millió forint egyéb bevétele volt, ebből 708 millió forint tagdíj és 221 millió forint költségvetési támogatás. Hát elmondhatjuk, hogy a Magyar Országos Horgász Szövetségnél jobban szeretik a pénzt, mint magukat a horgászokat, bár pontosítok, mert a horgászok pénzért bármire képesek, de arra nem, hogy valódi képviseletet, nyugalmat, támogatást adjanak a horgászoknak. Az idén jártak le például a horgászkártyák is, amit 5 évre határoztak meg annó. Ez is inkább a sarcolásról szól, ami 5 évente még plusz bevételt jelent a MOHOS számára. Tavaly évvégén törvénymódosítási javaslatot nyújtottam be, hogy a horgászkártya érvényessége ne 5 évre, hanem 10 évre szóljon. Elutasították, mint ahogyan azt a módosítási javaslatomat is elutasították, hogy a horgászat során ne kelljen minden alkalommal a fogási naplóba kötelezően beixelni azt a napot, hogy ott tartózkodunk a vízparton. Ne feledjük el, ha fogás történik, azt úgy is dokumentálni kell, egyébként meg nem szabad, hogy egy ilyen adat kötelező legyen. Hiszen ha fogunk halat, úgy is beírjuk, ha nem, akkor meg nem kell egy jelenléti ívet tulajdonképpen nyilvántartani. Szeretném megjegyezni azt is, hogy a MOHOS elnöke az az ember, aki akkor volt a Magyar Teniszszövetség elnöke, amikor milliárdok tűntek el. Így hát a horgászoknak van okuk aggodalomra. Vannak azonban még olyan emberek is, akik az ágazat területén inkább kárt okoznak, mint hasznot. Például Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója, közösségi oldalán idén januárban az elmúlt 7 év egyik legnagyobb eredményének például azt tekintette, hogy megszűnt a kereskedelmi halászat a természetes vizeken. Ez inkább szégyen, mint siker. Ezzel a döntéssel számos magyar embert és egy ősi szakmát, hivatást tettek tönkre, szüntettek meg. Ráadásul azóta fordul elő az a helyzet, hogy nem lehet például az éttermekben, pláne vízpart melletti éttermekben friss halat fogyasztani. Így van ez a Balaton esetében is. A balatoni horgászoktól ráadásul hetente érkeznek panaszok a túlzott büntetésekről, a túlzott szabályozásról, ami a horgászatot inkább megkeseríti, mint örömöt okozzon. Ráadásul az élelem szerzéshez fűződő jogunk alapvető emberi jog. A természetes vizeken történő horgászattól el sem lehetne tiltani az embereket, mint ahogyan ezt nem is teszik meg máshol a világon. Egyszerű regisztrációval, minimális költséggel bárki horgászhat bármilyen természetes vizeken a saját ellátása érdekében Magyarországon, ebből is komoly üzletet kovácsolnak egyesek a kormány asszisztálásával. A Mi Hazánk mozgalom ezen is változtatni kíván, amint kormányra kerül. A horgászok várják a kormány nemzeti horgászturisztikai stratégiáját is, de sokan erről nagyon keveset, vagy semmit sem tudnak. Abban csak bízni merünk, hogy nem a haverokkal, hanem a valós horgásztársadalommal történik az egyeztetés. A visszajelzések sajnos és a panaszok nem erre engednek következtetni.